Hát szégyen ide, szégyen oda, féltek a testvéremtől. Mert nem tudott beszélni, folyt a nyála, furcsa mozgásai voltak. Úgyhogy mi végig ott voltunk egyedül abban a... Illetve egy időben én nem voltam ott, mert megpróbált engem elvinni az ápoló nővér, és pár hétig a Mester utca egyik házában voltam, de az egyik jó szomszéd feljelentette, de egy másik jó szomszéd megszólt, hogy vigyázzon, mert feljelentették, úgyhogy gyorsan visszavitt apámhoz. Őt meg elvitték, később elvitték a nyilasok, megverték, aztán elengedték. Úgyhogy aztán ott abban a házban ért minket a felszabadulás, és akkor kezdtünk gondolkodni, hogy ki hol van és mint van. És akkor tudtuk meg, hogy a nagyszüleim, édesapámnak a családja majdnem mind Auschwitzba maradtak. És arra emlékszem, hogy a Kék madár volt a kedvenc könyvem, és az ott volt, és azt minden nap olvastam, illetve hát akkor már fél évet jártam iskolába, hogy már ismertem a betűket, vagy a édesapám olvasott belőle. És most azóta is keresem ezt a könyvet, mert ez valahol elveszett útközben. Találtam egy olyan közlönyt, amiben benne volt, egy 48-as közlöny, amiben benne volt, hogy keressük Bácskai Jenőnét. Ennyi és ennyi idős volt, itt lakott, ha valaki tud róla valamit, az jelentkezzen. De senki nem jelentkezett. Úgyhogy semmit nem tudtunk továbbra. Úgyhogy körülbelül 48-49-ig vártuk vissza, és akkor már reménytelen volt. Édesapám nagyon visszavonult volt, nagyon magába zárkózott volt, és sajnos keveset beszélgettünk. Én nem mertem kérdezni, és ő meg magától nem mesélt. Egy visszatérő álmom volt nagyon-nagyon sokáig, most már azért nem, hogy futok az úton, és kergetnek, és meg akarnak fogni, és én csak futok, és egyszer csak odaérek a ház elé, és akkor nem tudom, hogyan, egyszer csak fönt vagyok a lakásban, és a saját ágyamban, de akkor még mindig félek, és akkor gyorsan átmászok a nevelő nővére ágyába, és akkor ott alszom tovább. Szóval a félelem, és ott volt a megnyugvás.